Az igencsak aktív kazincbarcikaiak már a déli órákra teljesítették a célt, így az összesítések alapján a meghirdetett táv több mint dupláját, azaz csaknem 150 ezer métert sikerült összehozniuk az úszás szerelmeseinek. A sportrendezvény házigazdája Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó volt, aki közönség találkozón mesélt pályafutásáról, sportkarrierjéről. A lázat és a munka, tehát ezek nélkül nem fog működni. Persze én úgy gondolom, hogy élvezni kell, tehát anélkül, hogy valaki nem szereti ezt a sportágat, semmelyiket sem, anélkül nem fog működni. Tehát az, hogy tényleg azt a sportágat válaszol valaki, ami tényleg jól érzi magát, és szereti, és élvezettel csinálja, nem nyűkként megy le, akkor sokkal többet tud magával kihozni. Úgyhogy én azt kérem, mindenki olyan sportot válaszol, amit tényleg jól érzi magát. Kezdjen el keresgélni, és ami egyszer megérzi, rákattan ennek az ízén, akkor maradjon annál, mert szerintem valószínűleg az az ő sportága, ne kezdjen el tovább keresgélni. Hál' Istennek nekem gyorsan sikerült megtalálnom. Én is nagyon sok sportágat kipróbáltam az általános iskolában, amikor a másik rendszerben minden sportot kellett csinálni, de én élveztem azt is, de valahogy ez a víz megmaradt nekem, mint úszás, mint vízilabda, úgyhogy hál' Istennek hamar rátaláltam. A kötetlen beszélgetés után az ismert sportember is a vízbe ugrott, hogy néhány karcsapás erejéig segítsen elérni a 65 ezer métert. A sporteseményen részt vett Szitka Péter polgármester is, aki a Trikolor Egyesület tagjaival több host is leúszott. A több mint 200 fő résztvevő közül a legtöbbet, pontosan 8910 métert Fekete Kristóf úszta le, így ő is nagyban hozzájárult az eredményhez. A legidősebb résztvevő Merten János volt, aki 71 éves kora ellenére rendszeresen mozog. A magyar úszás napján 2000 métert úszott. A program legfiatalabb résztvevője a 7 éves Holmos Bence volt, aki 1332 métert úszott.